Itt vagyunk a Miles Morales 2020-as ruhával, és sikerült feloldani nekünk ezt a kis applikációt, ahol a büntettek közül megcsináltam mindegyiket 3x3-ra, ezek nem voltak nagy extrák, viszont amik szerintem extrábbak lesznek, azok az ilyen mellékküldetések, amik megjelentek a térképen, vagyis egy fő nagy mellékküldetés a Fosztogatók címmel, illetve az applikáción belül vannak ilyen tevékenységek, hogy segíteni kell, nem találom a galambokat, kaphatok egy képet, tehát ilyenek lesznek még. Először ezt a mellékküldetést, a Fosztogatókat nézzük. Tehát itt vagyunk akkor Tio boltjánál, itt vannak akkor a Fosztogatók, nézzük. Macska. Elvitték Spider-Man-t, aki egy macska. I'll find them, and your cat. Sure, kid. Guess it can't hurt. De jól beszólt, hogy az igazi pókember és nem rólad. Na, vizsgáljuk meg az erőművet, akkor nézzük meg, hogy tényleg oda is mennek-e. Gondolom ezek az undergroundos figurák lesznek. There's my way in. Itt tudunk bejutni. Ó, akkor ez ilyen... Opa. I need help. Some dudes robbed Tim's bodega, then headed to the closest power station. Weird. You got my full attention. Azt hittem, ilyen bázisok lesznek, mint amik az alap pókemberben is voltak. They're shooting transformers? Okay. How many of these we gotta break? Do I look like an electrician? Just keep shooting, cutting wires. Itt szerintem senkit nem lehet biztonságosan csendbe. Habár ott egyet, igen. Easily sure. Easier than I thought. Hey, if we knock out more than one, it'll take the cops longer to catch on. I've never been. Hát a végig csöndesen. Ki lehet ezt a szobát is üríteni, szerintem? Az nem is rossz. Jó, két járkáló meg volt, a többi pedig már csak lövöldözget, ami szerintem eltereli a figyelmüket, szóval easy. Ja, ők. Szendvicset kéne. Hát jó, akkor őket gyorsan így takar hangosan, akkor kiiktatjuk. Jó. Ők nem is láttam merre volt, de nem az a lényeg, hanem hogy itt lógnak közben a többiek. Jó, de na és most akkor merre? Vizsgáljuk meg az erőművet, de merre tudunk tovább haladni, mert ez így zárva volt. Ha itt kell nekünk egy méregütést, Venom találat. Most már csak a macska kell. Cic! Ott van! Spider-Man! Wait! Wait! Spider-Man went down the elevator shaft. Lement a liften, hát a trömi... Oh, reméljük a lift az nem fog lekerülni, leesni, vagy valami baja nem lesz. Szegény macska. Okay. Leereszkedi. Jó. Ott van, cic! Hogy jutott be ide? Jó erre is lehet a szellőzőbe így betörni. There's a bank on this block. No power. Egy bankhoz akarnak eljutni ezek. So if we fix the power, we're preventing a bank heist? Stopping crime before it begins. In a world where only two men can see the future, only they can stop it. Itt mindenkinél a veszélyjelző van, szóval. Hát, lehet terelgetni őket, és akkor úgy lassan kiiktatni. What does the boss want to set egyesével? Look outside. De szerintem egyszerű meg gyorsan. Na, mondjuk így jó volt, fel is töltöttük akkor ezt a méregcsapást. Itt így beszélgetnek. Szerintem kikerülni őket nem lehet, hogy itt hagyjuk őket, hogy ne ittassuk ki. Hát itt nem lehet szerintem így. Hát volt olyan már pókember játékban, hogy ilyen szobákon kellett keresztül menni, és akkor volt lehetőség arra, hogy úgy túljussunk, anélkül úgy felismernek.
fegyezzük akkor le őket. Ez is egyszerű. Ezek nem is ilyen undergroundosok, tehát azok ilyen lila felszereléssel vannak. Itt pedig nincs náluk ilyen felszerel... Opa. Csára. I got that. Pulling up emergency lights. Okay. You can restore power if you charge the other backups. On it. Jó, tartalékot kell feltölteni. Gondolom megint egy szép nagy ütése. Szokásos. Ez amúgy szerintem erősebb lesz, mint Peter. Szerintem ezzel a méregcsapás képességgel. Bár 8 év tapasztalatot lehet, hogy nehéz behozni így másnak, de ezzel könnyebb lesz, hogyha van ez a képessége. Érdekes. Görönsz? Mindig veszélyes. Now your lucky day. Sorry. Jó, itt meg lesz, itt mindenki meg lesz biztonságosan, mert vannak akik járkálnak, ők azok, akik észreveszik, hogyha éppen kiiktatás közben szedek le valakit, de na, itt most kifigyel egymásra, figyelj, tehát ott dolgozik az egyik, ott a másik, de a veszély az ott van. Én azt nem mondanám, hogy ez így fair, hát ott... Jó, hogy győzzük le, ennyi a lényeg. És akkor szerintem erre kell egy feltöltés, ez hasonló panel, mint az előző szobában volt. Jó. A főgenerátort kell megtalálni. A macska. Nekünk az kell. It was worth a try. There's the main breaker. Gotta clear out these guys. Hát csak lehet, ha oda terelem őket. Akkor rá tudom borítani azt a szekrényt. Jóó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 
nem úgy ráborítunk egy szekrényt. Jó, szerintem más olyan szekrény... Habár várja... Le lehet még a csillát is tépni. Jó. Lehet észre... Hey, hát... itt volt egy, aztán nem úgy vette a játék, hogy én azt csöndbe akarom kiiktatni azok szerint. Hát úgy elkezdett Miles harcolni a szokásos módot. Se baj, megoldjuk így is. Már csak egy. Na, hogy nem téped le az égből? Azt akartam, amikor így felhálóz és püff lefelé. De valahogy nem sikerül. Na, itt van. Ennek akkor egy ilyen ütés. Utána... De nincs csatlakoztatva? Csak hülyéskedsz velem. Ott kell nekünk egy kötőháló onnan odáig, és akkor így megy a vezeték. Na most már lehet. Jó, át kellett irányítani. Szóljon már. Szóval macskázik! Ilyen nincs, látod? Macskával mindenkit meg lehet szelidíteni. Ó, beletett a táskájába! Ezt nem hagyhatjuk. Használjuk a... használjuk a... A holó... Holó támadókat akartam betölteni. Na, ez az. Ez egy szép ütés volt. Seriously, guys? Can't love your boss. I'll figure it out eventually. You think we're scared of you? Na, ezt akartam, azt a támadást. Így a lehúzással oda. Jó, ez az. Jött még egy ilyen nagy, nagy kemény csávó. You're dead! Get back!
Na gyerünk akkor. Csak hozzuk be a holodrónokat. Tényleg még a fejlesztéseket nem is tettem meg szerintem. Ezt meg is nézem, amit végzek ezzel a szobával. Ez közel volt. Másik is. A kicsit behálóztuk. Ez jó, amúgy lefoglalja az a holodrón amúgy. Ilyen nagy, opa! Az ilyen nagy srácokat is. És így, bunyós. 30 az 50-ből, hát szépet bunyóztunk. Na gyere! A macska is, meg a megszakító. Oké, és ezzel vagyunk kész. Hú, már is kijöttünk! Betöltés nélkül, ez igen. I'm posting in the FNSM app about these guys and their boss. Maybe we can get leads on who we're dealing with. Call you soon. Na itt vagyunk Tionál. Mit fog szólni? Ehhez a pókemberhez. És a macska... Aliho. Got a surprise for you. Oh yeah? What's that? Tada! Spider-Man! Láttad, hogy megerült neki? Hát igen. Did you have an adventure? Oh, you almost gave Daddy a heart attack. Oh, yes, you did. Oh, yes, you did. Good work, other Spider-Man. Másik Spider-Man. Thanks. Yeah. Of course. Hát ez ennyi volt akkor, szívesen. Kész, akkor a fosztogatók mellék küldetés. Jó. Hey man, any leads on who our cat thieves were working for? I'm chasing down a couple of problems that might be connected. Robberies on Harlem's commercial strip, and something going down at Feast North. Feast? I'll post in the app. Hát az egy főszerep volt a Pókember 1-be. Meglátjuk akkor, hogy azt fogjuk kapni. Jelenleg olyan mellékküldetés nem szerepel itt a tevékenységek között az applikációba, hanem ilyen kisebb tevékenységek, amit tudunk tenni. Na akkor azt mondom, hogy nézzük meg az eszközöket, hogy ott miket lehet fejleszteni. Fejleszthetjük a Poke hálóvetőt, megnövelt kapacitás, azt mondom, hogy akkor ez jöhet. Utána jobb visszatöltési idő jöhet. Aztán kell nekünk egy tech alkatrész a pókháló bombához, úgyhogy azt még nem tudjuk megszerezni. A holodrón megnöveli a holodrón sebzését fejlesztve, és utána pedig a 8-as szintet kell elérnem a következő fejlesztésig, illetve elérhető ez az új eszköz, a gravitációs kút, de ide is tech alkatrész kell. Szerintem még ez is ebben a részben lesz, azokat a ládákat majd kinyitjuk. Viszont a képességeknél akkor merre lépjünk tovább? Itt a harci képességeknél akkor tudjuk az energiaszifont, megnöveli a bioelektromos erő termelésének mértékét. Jó, utána rajta tartjuk a háromszöget a méregrántás kivitelezéséhez. Jó, és akkor a hálórántó opportunista mostantól a támadónál elérhető lesz. Nézzük még, mi van itt az L1 és az X a méregugrás feloldása. Jó, ez is itt lesz a listába. Mennyi pontom van még nekem? Még van 2 képességpont. Méregkábított ellenfelek, más, várj csak, ez lehet jó, hogy a méregkábított ellenfelek más ellenfelekbe ütközve átadják ezt a hatást. Én azt mondom, hogy ezt fejlesszük, és aztán megneveli a méregütés hatóterületét, ez jó lesz, ez a hatóterülete, ez azt mondom, hogy ez jöhet, és több képességpont nincs. Itt van ez a kis plusz jel, azaz új game pluszon érhető el csak, illetve itt van teljes mértékben ez a jobb oldali ez a fa, amit még el se tudtunk kezdeni, ami majd a sztorival oldódik fel. Na nézzük akkor, milyen tennivalónk van még
itt az applikáción belül. Na, itt kell egy kis segítség, nem találja az autója. Várj már. Ez egy... dupla műszak. Ja, kórházi dolgozó, és... I can make that happen. You have your key fob on you? The beep boop unlock thing. Csipogós kütyű. Jó, jó, azt kérjük. Azt kérjük, azzal csippantunk egyet, aztán megtaláljuk a kocsit, jó? Elemezzük az adatot, de szegény, figyelj, 12 órás műszakban volt, haza akar menni aludni, és egy újabb 12 órás műszak. Ez igen, egészségügyi dolgozóknak azért kell mit tenniük, úgy tűnik itt a játékban is. Akkor megyünk, és megkeressük akkor a kocsit. Ez szerintem egy személygépjármű lesz, mert nem ez nem a dolgozó kocsija, ami ilyen mentős lenne, szerintem legalábbis, ahogy értelmeztem. De követjük akkor a radart, és majd utána csippongatunk, hogy hol van. De hát ez szörnyű dolog, hogy így elrabolták. Na mi ez a... Na ez itt mi? Erre a helyre emlékszem, hely, ez a Pokémon 1-ben is volt, itt volt egy screwball kihívás. Erre emlékszem, hogy ez melyik volt. Sokat kellett próbálkozni. Itt aztán vannak kocsik, na várjál téged akkor. Tick. Jó, aztán kettő. Ennyi, ez veszélyes. Lássuk csak. Ott egy. Idáig, nem tudja még idáig felhúzni a hálóval. Hát Peter azt már meg tudná tenni. Nem Peterrel vagyunk. Na jó, hát akkor csináljuk hangosan. Azt mondom, hogy fejlesztettük a holodrónt sebzéssel, úgyhogy én azt mondom, hogy aktiváljuk. Oké, fejlesztettük még ezt az ugrást. Úgy tűnik, a nagy ellenfeleket nem tudjuk felrepíteni vele az égbe. Akkor először a mesterlövészeket talán, vagyis hát pisztollyal, de lövöldözgetnek. Hú, csúszkálós, hát igen, a havon az lehet. Úgy van! És ez át is adja ezt a kábítást a többieknek. Az király kis fejlesztés volt, de hát úgyis mindent fejlesztünk, maxolunk. Kivéve azokat az új játék pluszosokat, azt majd külön csinálom meg úgy, ahogy az alap Pókember játéknál is tettem. Azaz jó kis ilyen speedrun volt, mert nem tudtam, hogy mennek a fő küldetések, és akkor azon nyomtam egymás után. Skippeltem az összes átvezetőt minden, azt úgy gyorsan teljesítettem. Jó. Találjuk meg az elveszett kocsit. Hát itt, ami épségben van, az egy taxi, mert a többi az... Ha? Várja. Ez lenne az? Gyere. Ez! Ja, itt van. Jó. Okay. Milyen a fülem? Incredible. Hey, cops finally showed up here. I'll see if they'll drive me to you. Jó, akkor hívta a rendőröket is, meg beírta az applikációba is. Hát igen, ez így. Okay. Gonna tell everyone to use your app. After I get some sleep. Glad I could help. Annyi pihenjé legyet, hát ez jó kis, ezek is ilyen kis mellékküldetések, de így aranyosabb, mert hogy tudod, ilyen hétköznapi embereknek kell segíteni applikáción keresztül. Ez egy az egyben Miles Morales, ezt teljesen elbírom hinni, hogy ez így ment. De azért tudod, a nagy Peternek ilyet azért nem csinál ilyeneket. Jó, nézzük akkor, mi a következő bejegesedett daru, nézzük. Wow, hát az tényleg, figyelj! De milyen jégcsapoglón? Ilyen nincs. Hát ez közveszély. Akkor a jégcsapon le fog esni. Azt én nem hagyom. Szerintem senkinek nem kéne, hogy nem úgy pókem be ennek. Na jó, beszéljünk akkor. Hogy tudunk itt segíteni? Mert azt mondom, hogy ha az leesik, akkor ott az ott baj. Yeah, drowsy. The motor burned out and all the ice buildups thrown it off balance. Yep, that's bad, all right.
I cleared the area under the crane, but it ez az megtisztította alatta a területet. I'm on it. Akkor törd le az összes jégcsapot, akkor rá tudunk lőni. Nice to meet you. Nice to meet you. Hát az jó kis szöveg volt. Nice. Jó, akkor szerintem ugye egyszerűbb, hogyha meg tudunk állni valahol és onnan rá célozni, mert a levegőben is van rá lehetőség célzás és a lövésre, de azt mondom, az az egyszerű, hogyha hey, odáig nem megy el a háló lövés. Tehát akkor mégiscsak a hintázás közben kell lesz ezt megcsinálni. Vagy arra a kicsire mi a innen le célzás. Még itt van. Kettő. Na azt mondom, hogy ezzel kész vagyunk. Talán egy jó hely, ahonnan stabilizálni lehet. Jó. Hiszen ez az a nagy jégtömeg kibillentette az egyensúlyból. Innen így. Whoa! Hello! Vigyázz! Ez nem így volt. Nem így volt tervezve. Túl nagy ereje van még ennek a Mice-nak. Gyorsan. Közben megjön. Gyerünk. Ugrás. Hú. Éppen. Jó, hogy nem a metróra. Püf. Ékegy csúcsa. Okay, that's enough ice puns for today. Jó, ez kész is volt, azt mondom, akkor mehetünk a következő, nem találom a galambjaimat. Megint az a személy lesz itt, akit a pókemberbe kellett nekünk segíteni. Igen. Howard, én vagyok a másik Spider-Man. Nem hiszem el, hogy három madarom eltűnt. Hát hideg van, az biztos. Feathers work? Tollak, köszi szépen. Elemezzük a tollat, hát igen. Jó. Jövünk is, akkor követjük itt. Howard Protocol. Welcome to Pigeon Facts. Your source for daily fun facts about pigeons. Mi ez a holopid szöveg? You have opted in. Jó, hát akkor vegyük, megszerezzük a galambokat. Hoppá! Nem áll! Valaki el akar rabolni ezeket a jó kis... De nincs is benne semmi, nem? De ide... Akkor ide csalta őket, úgy tűnik, és akkor innen három irányba mennek a nyomok, úgyhogy kövessük akkor ezeket a nyomokat a galambokhoz, onnan pedig elkaphat... Várj, itt így van, mi van? Ezek a... Mi? A... You can't hack our cell phones. We're using birds to communicate. Nincsen. Nem tudjátok meghackelni a telefont ezek után, mert most már a galambokkal kommunikálunk. Ilyen nincs. Ezt nem hiszem el. A hír harsona? Holnap este... They're using pigeons to carry messages. Tete, légy ott, és így üzenget, ez aztán a messenger. Ez igen. Ez igen. Na jó, hát akkor holnap menj. Hello. Ott van. Jó, meg is van, ez gyors elkapás volt. Egy madár megvan. Really? Maybe they're looking for some juicy news. Maybe. I'll find out. But first, I'll get your birds. All right. Should head back to the coop. Check the other birds. Jó, menjünk vissza, és akkor megkeresik a többi madar... Várjál? Nem is túl messzire menni. És innen pedig... Nézzük akkor második, harmadik. Hát a hírharsona ellen akarnak valamit, terveznek. Jó kérdés, mi az? Change of plans, miért... Most megyünk? Változik a terv? Várjál! Akkor... Na. Sürgős. Meg kell nézni a harmadikat, szerintem. Nézzük, itt van a...
This got a lot more complicated than I expected. Itt van a ketrec, és akkor nézzük meg a harmadik galambot, keressük meg. Húha, hír a J. John Allen. Na segítsünk, vagy ne segítsünk? Crime scene. Hoppa. Betörés. Setting a new record at this rate. Don't even joke about that. Hát de itt, ahol a galamb van? Na kérdezzük meg, kérdezzük, hogy mi a újság, hogy itt a galamb lopás. What's the situation? Can I help? Tenant's a bugle reporter. Place was tossed upside down, but nothing's been stolen. A bérlő harson a riportere. Wasn't here. Let me look into it. Maybe I'll have more luck. Oh, oh. Gotta run. Swing, you know. Ott van a galamb. Hát jó, akkor megnézzük ezt az üzenetet. Hogyha... Jó. Ilyen nincs. Yep, I know where the gang's gonna be. The Bugle. Gonna take him out and keep your pigeons safe. Love it. Give him hell, Spider-Man. Jó, akkor megállítjuk őket. MJ will be proud. Ja, MJ büszke lenne. Oké, ott a betörés. Hát azt mondom, hogy hűha. Azt mondom, hogy hűha, mert túl sok lehetőség még nincs a csendes indításra. Úgyhogy lehet, hogy marad is a... Mindenütt kettesével, hármasával vannak. Én azt mondom, kezdjük ott, ahol a betörést akarnák. Az pedig az ott volt, mert ott a... az ajtót akarták kinyitni. Nem hagyunk, jó, már mászkálnak fölfelé. És innen le, figyelj. Na remélem, az elég nagy csapás számukra. Jó! Hú! Az aztán leletlök. Onnan nincs vissza felmászás. Tehát még ha innen van is, de... a földszintről már nincs, ennek is figyelj. Ez amúgy durva, mert Pókember mindig azt mondja, hogy nem csinál semmi olyasmit, erre meg piff. Mondjuk másnak nem tudom, van-e ilyen kódja, de elvileg az eskit azt ő is elmondta, amit Peter ott éppen kitalált. Ohoho! Az jó volt. Pörgetés még neki. És hepp, mehetsz lefelé. Bájsz azért ilyet csinálni, mit szól a mamid. Oké, okay, megmentve a hírhasona, kész. De az a baj, J. Jonah nem fog tudni erről, hogy megmentettük. Now I just gotta talk to my birds about picking better friends. Beszélek a madarakkal. If y'all need me again, just hit up the app. Good meeting you, Howard. You too, Spider-Man. Okay, ez is rendben, Genki. It really feels like it's catching on with you. Top 25. Ez jól hangzik, szép munka. Elakadt a teherautó. Tennivaló, nézzük meg. Megint a jég okozta. De most a hó. Na, hozzad a lapátot! Jó, fízt vinnék ki a kajákat. Ráncsuk ki akkor a teherautót. Jó, azt hittem már, hogy... Ne... Ja. Snow problem, no problem, bizonyám. Hát ez ennyi volt szerintem. Vagy innen kísérjünk el téged? Vagy... Nézd? Beindul a kocsi egyáltalán? Le van fagyva. Tudtam, tudtam az aksi. Na várjál, van nekem olyan kezem. Jó. Na jó, itt vágyad mindenkinek. Na viszlát, ez jó volt, ez igen. Hoppá, a listát itt... Emberem, mikor jössz rá, hogy nem tudod merre kell fordulni? Jó, akkor nézzük meg. Hát akkor gyorsan utána, azt mondom. De nem állt a GPS, hogy valamit, hogy merre kell menni? Csak így elindult az úton. Na, majd megyek. Tuti megállnék, vissza kellene fordulni a tekből.
hogy lehet bekapcsolta a zenét, hallgatja a rádiót, és akkor csak így zónán kívül van, lement alfába. Vagy lehet nem is jó a helyre, autós is jelök előre, Bonnie, hello! Na? Drive safe now. Oh wow, thank you. You get the gold star today, my friend. Ah, nem mond már. Megkaptuk az aranyat, köszönjük szépen. Megvan a munka, és egy van még, kaphatok egy képet. Hogyha ez az, amire gondolok, ez is egy gyors feladat lesz. Oda megyünk, selfie, megyünk tovább. Na nézzük ki ez a rajongó, aki kéri a fotót. Oh-ho-ho. Igazítsuk meg. You're busy, but could I get a selfie with you? Yeah, sure thing. Oh my god, thank you. Pose right there. Hey. Ezt a vagy hát szerencsétlen, vagy hogy mondjam? Tehát szerencsé, hogy itt volt Pókember, de na. Gas pipe blew. Not good. Másikat. Ajaj, pont itt vagyok! Követni kell a csöveket. De azt hiszem... Oda. Ajaj. Végig. Az azért durva, nem? Idézőjelben még jobb, hogy így kifelé tör, nem pedig befelé. Érted. Szóltóságot remélem azért hívjátok, mert ez... Még... Ájjaj! Ez már túlzás lesz. Jaj, hogy várja. Oké. Okay. Tűzcsap! Kész. És itt vannak a tűzoltók. Szívesen! Never seen a gas line blow like that. Good thing you got here as fast as you did. Yeah. Pont itt voltam, de nem mondjátok el senkinek. Igen, igen, alkalmazás. Oh, kösz szépen! Hallottad? Azt mondta, hogy lecsekkolja. Ez igen. Na lássuk akkor az applikációban van-e még más tennivaló tevékenységek. Mindegyik pipa, büntettek mindegyik pipa. Akkor megyünk a föld nagy térképre, és nézzük az itteni tevékenységeket. Úgy látom, hogy ott írja az app tevékenységeket 1/3, tehát lehetséges, hogy még nincs meg minden így feloldva a tevékenységeken belül, mert valami trófeát is kapnánk érte elvileg, de amik még itt vannak, ezek az undergroundos ládák, amikért pont tech alkatrészt kapunk, ami nagyon is jó, mert a tech alkatrészsel lehet nekünk fejlesztéseket majd végezni, és hát összegyűjtöm őket, az is gondolom ilyen tennivaló, úgyhogy egyet már láttunk a fő sztori alapján, hogy csak oda megyünk és kinyitjuk, megnézem, hogy ehhez van-e valami extra, vagy csak le kell győzni pár ellenfelet, és kész, vagy mi történik. Itt van pár méter alattunk, vagy bent az épületbe. Igen, és pár ellenfél, meglátjuk, hogy ez mennyire, hát úgymond sztori gazdag, vagy egyszerűen csak idejövünk, legyőzzük az ellenfeleket, és miénk a cucc, mert akkor szerintem úgy kivágom a videóból, tehát az úgy nem nagy extra, hogy elmegyek az egyik helyről a másikra és kinyitogatom. Tehát itt van egy, idejövök nyitva, itt van-e valami extra, vagy csak plusz egy tech alkatrész, elvesszük, és kész, össze van gyűjtve. 35-öt kell összegyűjteni, viszont ezzel az alkatrészsel szerintem meg tudom venni az eszközökön belül a gravitációs kutat, ezt köszönjük szépen. És ehhez van-e valami, 8-as szintől lehet fejleszteni, tehát még egy szintet kell majd lépni. Ehhez valami sztori vagy bemutatás, lehet, hogy nincs. Viszont akkor kipróbálom, hogy ez működik. Tehát akkor a kiválasztásnál itt van lent a gravitációs, lehet ez ugyanaz a szuszpenziós matrix. Nézem. Ja ne, ez úgy tűnik, hogy így összehozza, ilyen kicsi mini fekete lyukat akar idehozni. És akkor egy ilyen gravitációs mező jön létre, ahova az ellenfeleket oda fogja húzni, én úgy látom. De hát a végigjátszás során úgyis majd használni fogom.
a későbbiek során. Jó, hát akkor gyűjtöm ezeket az underground ládákat. Ha valami extra jön, vagy tudod, hogy jön valami ellenfél, miniboss, valami, akkor azt mindenképp videóba foglalom. De mindenképp, amikor a 35-et megszerzem, az mindenképp benne lesz a videóba. Megvan a szintlépés, 8-as szint, ezzel szerint látó mod elérhető, na várj. A szintlépéssel akkor szerintem elérhető egyrészt a ruhamodok közül a második helyre. Én beteszem az indukciós anyagot, mindig amikor eltalálok egy méregkábított ellenfelet, nyersz egy kis életerőt, vagy várjál, nem is azt, hanem inkább az érinthetetlen. Tökéletes kitérés után támadások 50%-kal több sebzést okoznak, tehát majd kettőt lehet most már a ruhamodoknál, eszközöknél lehet akkor fejleszteni, holodrón fejlesztés, megnövelt kapacitás, utána 9-es szint kell, és lehet még fejleszteni majd a megnövelt kapacitást a gravitációs kútnál, de tevékenység érme kell még, úgy tűnik akkor itt jobban kell erre figyelni, meg ezeket teljesítgetni. Várj, csak itt van egy, lehetővé teszi második befejező támadás begyűjtését. Na ez jó, ez jó. Tehát amikor egy befejező támadást nyomok, a második befejező támadás az csak 10 kombót igényel. Ez jöhet mindenképp. Na úgy tűnik itt lesz ennél a benzinkútnál az utolsó, van ilyen, amit így lehet megszerezni, hogy így ki kell nyitni egy ajtót, és akkor ott van mögötte. Van, amikor jönnek ellenfelek, van, amikor nem jönnek, de nem ez konkrétan az utolsó, ez a 29-dik, és a térképen én már ezen túl továbbit nem találok, tehát nem mutat. De a körzeteknél valamelyiknél úgy van, hogy 2x2, hogy megvan, valahol meg csak 3x4, tehát szerintem a sztoriba kell előre haladni, hogy akkor fel tudjuk oldani mindet. De legalább tech alkatrészek akkor vannak, és tudtam így vásárolni mindenféle dolgokat. Én azt mondom, hogy a Miles Morales 2020-as ruha megtette, amit meg kellett tenni, úgyhogy oldjuk fel a következőt. Ez a házi készítésű ruha lesz, amit akkor a következő videóba fogok használni, és a dobóerő modot sikerült feloldani, amit fel is használok, hogy az legyen ott. Oké, hát akkor a fősztorival fogjuk nyomni tovább, mert más extra nincs, és ezzel a ruhával fogjuk ezt megtenni. Találkozunk legközelebb!